Tisztelt vendégeink! Az osztályok levonulása következik.
Tisztelt igazgatónő, tisztelt és kalandvezetés, kedves tanárai, diáktársaim! Örülj a darabnak, a derűs napoknak! Szeresd az élet vidám oldalát! Ezer szép a kékér a holnap, mosolyogva néz a jövőbe hát! Így biztatnak bennünket, Tóthi Gyula szavai ezen a különleges napon. A szívünk is ízbe öltözött, hiszen a dal nekünk szent. A vers rólunk szól, nekünk rólunk. A hét végzős osztályban, aki örül a dalnak, ennek a derűs napnak, és szereti az élet vidám oldalát. Mindezt számtalanszor bizonyítottuk már, hiszen az évek folyamán rengeteg olyan alkalom adódott, hogy szigorú kötelezettségek mellett jól éreztettük magunkat az iskolában. Mindannyiunk számára a verébaltó vicces feladataival kezdődött minden. Ezt a legkülönbözőbb iskolai rendezvénye, a szórakoztató veselényi hét és az iskolai műsorok poénos próbái követték. Mindezek új szint hoztak az iskola életébe, miközben bennünket közösségi kovácsolta. A közös programok alkalmával hol riválisként álltunk szembe egymással, hol vádakat küzdöttünk a sikerért. De nem volt mindig móka és kacagás itt az élet. Szintvizsgák, tanulmányolásanyák, előrehozott érettségét nehezítették napjainkat. Sokan küzdöttünk szép eredményekkel, öregbítették iskolák hírnevét. Hiszen, hogy veselény is büszke lenne rá. A vidám nem felett napokért és a sikerért, azonban köszönetet kell mondanunk tanárainknak, akik feltő gondoskodással és szeretettel vettek körül minket. Kitartó türelmükre volt szükség az évek alatt. Nem volt könnyű dolguk például tanárainknak, akkor sem, amikor a dolgozatok sokadik halasztására irányuló könyörgésünket kellett utasítaniuk. Legtöbbet azt tettünk, hogy majd voltak velünk, akiknek ezen ezúttal minden szívből köszönünk, de kérjük végső erejükkel segítsenek megtenni nekünk az érettségihez vezető utolsó lépéseket, és ha azon túl vagyunk, majd megkimentetnek. A feltűzött szellem jelzi, hogy hamarosan véget ér számunkra a középiskolai élet, és helyünk pedig a következő iskola, akiknek baráti tanácsként azt mondjuk, hogy így igyekezzenek még rájuk is jobban élni a veselény adta lehetőségekkel. Tanuljanak, mert van ki tör, mókázzanak, mert van ki vár. Mi már tudjuk, per ezekből bármit is elválasztunk. A nézőkészletnek a terében a kocsagára találkozja meg gondolatai tanulját. Kedves nézőkészletnek, tisztelt iskolavezetés és osztályfőnök. Nincs kép egyforma év, nincs kép egyforma nemesség. Mikor minden évben készülődünk, iskolák hagyományos ünnepére, akkor régen kerüljük a kezünkbe. A szalagatunk ünnepére. Különleges helyet elfoglalva a életünkben, és a szalagatunk a diákokért van, értük van, rólunk szól. Az ünnepek segítenek kilépni a mindennapok monoton világából, a hagyományok pedig alapot adnak, hogy a jövőnket a múlt tapasztalataival építessük. Ebben az aulában 1975-ben volt az első igazi szabadalmi ünnepség. Azóta sok minden megváltozott. Megváltozott az iskola neve, bővült, modernizálódott az épület. Egy dolog viszont változatlan, amelyik pillanat az ünnep és a szeretet, amely körbevesz bennünket abból az alkalomból, hogy egy szép, bensőséges eseményen tűzünk fel megtenni a szabadalmat. Így tudatosult a nevben és Gyinában először, hogy közeledik a búcsúpillanata. Lassan eljön a nap, miután számadhatok az itt megszerzett tudásról, kirepültök a nagy ötösségbe. Kedves nézőseim,
A Veselmi Miklós Technikum és Kollégium büszke rátok, mert eljutottatok idány. Illetve... illetve részesei vastag vesztesek a családjának, hiszen vannak közösen működik. A szalag is egy szép emlék, egy tárgy, egy gyermek. A szeretet, a barátság, a hűség és a tisztelet az igazi összekötő kapocs, és a közös pont az iskola, ahol mindezek megszületetnek. Szeressétek ezt az iskolát, mert legszebb éveiteknek küldtem olyan maradni, és őrzi, megfértettem éveiteket is. A család mellett az iskola mások otthonok. Kiváló tanárokkal, vidám és komoly rendezvényekkel, egy rólatok hozzátok szólnak. Az én dolgom most nem lehet más, mint hogy gratuláljak mindenkinek, aki eljutott idáig, és hogy megkaphatja a szavarját. Természetesen gratuláció életi meg a tanárokat, akik jótékony tudásra betettek a fejetekbe. Kollégáimmal együtt arra törekedtünk, hogy egy életre szóló szervező, és lehetünk hátmányokat kapjatok, de mindig emlékezettük az iskolátokra is, amely mindenhez keretet biztosított, illetve ahonnan kilépve első náló lépéseiteket teszitek a valóságot felé. Ne felejtjétek, szüleiteket is megköszönni, hogy támogattak benneteket, féltő gondoskodással neveltek, és ott álltak mögöttetek, életetek minden fontos pillanatában. Kívánok a tisztelt jelenlévők számára szép élményeket, értékes perceket, boldogulást a mai estén, és azt, hogy várjunk valóra minden állapotban. Kedves végzős diákok, tisztelt osztályfőnököt, kedves kollégák! Szép és életre szóló élmény a szalagavató, hiszen sok munka, befektetett energia, fáradtság és törődés összesülített ünnepi kinyilatkoztatása. A mai estén a Jézusok ruhájára szalagot tűzünk, és ez egy olyan különleges pillanat, amit az ember életében egyszer élhet át csupán. Ti most. Ez az az alkalom, amely visszatekintésre ad lehetőséget, és összeköt benneteket a közös múlt, és az együtt elkezdett jövő építésének ígérete. Bármint korán sincs vége középiskolai pályafutásotoknak, mégis lezárás szimbolizál. Azoknak az éveknek az elmúlását, amelyek majd visszaemlékezve, jóval pontalanabbnak bizonyulnak, mint az előttetek álló eseményes időszak. Megerősödik a kapcsolat köztetek, hiszen együtt éltétek át az elmúlt élet boldog pillanatait, vagy épp nehézségeit. Sajnos a ti középiskolás éveitek alatt olyan nehézséget adottak, amelyekkel közösségünknek együtt kellett megbírkóznia. Rendkívül nehéz időket éltünk át a járvány alatt, addigi világunk összeomlani látszott. Teljesen más szemszögből kezdtük el figyelni és megélni az életet. A járvány megmutatta, mennyire gyorsan megváltozhatnak körülöttünk a dolgok. Szinte egyik napról a másikra másképp kellett dolgoznunk, másképp élni otthon a családunk körében, másképp kellett boltba járni, és tartani a kapcsolatot szeretteinkkel, barátainkkal. És nem utolsó sorban minden megváltozott az iskolában. A digitális és online szavak más értelmet nyertek. És már nem ugyanazok a dolgok jutnak eszünkbe rólunk, mint korábban. De ez a mai nap, ez a mai ünnep, ez különleges. Még nem olyan, mint amilyet megszoktunk, hiszen szüleitek csak felvételről tekinthetik meg a rendezvényt. Nekik egyelőre még a virtuális térben kell megköszönöm az együttműködést, a közös munkát, azt, hogy segítették a szaktanárokat, osztályfőnököket, abban, hogy ti most így megtudhassatok, várhassátok az érettségi vizsgát. Azt kell, hogy mondjam, ma minden nem gyönyörű, és mindenki igazán kitett magáért. Ugye milyen kitettem, hogy azok is, akik általában tornaszítőben és falmárban járnak, most magas tartott és kártázatos ruhát, öltönyt és nyakkendőt viselnek. De ehhez az alkalomhoz ez a megjelenés illik,
ez is az este varázsának a része. Kedves diákok, egy jó tanácsot szeretnék búcsúzni. Ne felejtsétek el a bennetek rejlő gyermeket. Legyetek gyermekek, akik jó hiszeműen reménykednek, akik elhiszik, hogy a világot a sarkainál fogva ki lehet fordítani, akik elhiszik az álmaikat. Akkor legyetek csak felnőttek, amikor az álmaitokért küzdötök. De akkor se azt lássák, hogy milyen nehézségeket állított elétek a sors, csak az, hogy az út végén mi vár rátok. És mi, tanáraitok, szurkolunk tettek, hogy beteljesüljenek az álmaitok. Mindent megtettünk és megteszünk azért, hogy megszerezzétek az ehhez szükséges tudást, ismerjétek meg saját képességeiteket, és bízva magatokban, fogjatok neki a jövőtök tervezésének. A mai estéhez pedig kívánok nektek szép élményeket, értékes perceket és gondtalan ragyogást. Kedves vendégeim, a szalagtizés következik. Bárnyugás Katalin igazgató szalagját, Nagy Dávid, 12. osztályos tanuló tűzi fel. Thank you.
Megkérem a 11-3 osztályú osztályfőnökét, hogy felvegyen osztályába a színpadon. Az osztályosokat olvassa Batári Béla tanárnő. Az osztályfőnökét, hogy fáradjon osztályával a színpadra. Az osztályfőnök felolvassa,
neki osztályfőnökét, hogy felvegyen osztályával a színpadra. Az osztálynépsort felolvassa Fábri Bálint tanár úr.
Szurkos Ádám, Tenki Gergő, Tóth Bálint, hogy fáradjon osztályával a színpadra. Az osztály népsort felolvassa László Fini Túri Nagy Andra a tanárnő. Thank you.
használva.
Kisárki Kamilla Vanessa. Osztályfőnökét, hogy fáradjon osztályával a színpadra. Az osztály népsort felolvassa, Jácint Éri Emese tanárnő. Thank you.
12B osztályfőnökét, hogy fáradjon osztályával a színpadra. Az osztálynémsort felolvassa Soltész Tibor tanár úr.
Thank you.